Közepes termés, a kukorica 30%-át már betakarították a szabolcsi gazdálkodók, és folyamatos a napraforgó vágása is. A felvásárlási árak azonban jelentősen elmaradnak a tavalyihoz képest. Új helységben, Nyíregyházán átadták az ország 17. gyermekbarát meghallgató szobáját, ahol a bűncselekmények fiatal áldozataival emberséges környezetben foglalkozhatnak a szakemberek. Megszépült az intézmény, több mint 125 millió forintból megújult az Eszterlánc északi óvoda Nyitni Kék Tang intézménye Nyíregyházán, a beruházás új munkahelyeket is teremtett. A kukorica 30%-át már betakarították a szabolcsi gazdálkodók, és folyamatos a napraforgó vágása is. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A jó közepes termés ellenére az árak jelentősen elmaradnak a tavalyihoz képest. Az Agrárkamara elnöke szerint, ha a következő hónapokban sem emelkednek az árak, akkor jelentős veszteségük lesz a hazai termelőknek. Jó ütemben halad a napraforgó és a kukorica betakarítása a megyében. Az előző évek átlagának megfelelő termésre számítanak a szakemberek. Bár a napraforgó vágását hátráltatta az idei szeszélyes időjárás, még időben vannak a gazdálkodók a betakarítással. Ennek a napraforgó betakarításnak az elhúzódása már tavaly vagy tavasszal elkezdődött, amikor 2-3 héttel később sikerült elvenni, mert nem lehetett rámenni a talajra. Ez okoz zavart most, mert a szárítóüzemek gyűjtik a napraforgót, akkor 2-3 naponként napraforgót tisztítanak, akkor megint kukorica, szóval most összekeveredtek itt a dolgok a felvásárlótelepen. A kukorica az egy olyan 25-30%-a van betakarítva, az nem régen kezdődött el. Először is ilyen dombos helyeken kezdik el, ahol a nedvesség tartalom 16-18% közt volt, most már kezdenek abból is vágni, ahol amit később vetettek, vagy jobb területekre, itt 20-22%-os nedvességtartalommal vágják. Cukorrépát mindössze 150 hektáron termelnek a megyében, ennek a betakarítása már megtörtént. A burgonyát is felszedték már a termelők. Rácz Imre azt is elmondta, hogy évről évre kevesebb területet vetnek be a megyében, így várható, hogy emelkedni fog a krumpli ára. Burgonyára jellemző, hogy nagyon visszaesett a vetésterület 2008-hoz képest, amikor még 3500 hektárt meghaladta a vetésterület. Mostanra nincs 1400 hektár se. Aprós lett a burgonya, ilyen étkezési méretek, magas az ára, kevés van a környező országokban is, úgyhogy az a sajtóhírek, amiket hallunk, az valóban be fog következni, hogy hamarosan 100 forint felé megyen a burgonya ára. A napraforgó és a kukorica esetében viszont jelentős mértékben csökkentek a felvásárlási árak, annak ellenére, hogy jó közepes termésre számítanak. Ha ez nem változik meg rövid távon, akkor jelentős árbevétel kiesést eredményezhet a termelőknek. A megyénkben jellemzően ilyen 18-20 mázsal körül terem hektáronként körülbelül annyi lesz most is a megyei átlag. Az ára egy kétharmada a tavainak, mert a 14 000-ről 7 800-8 000-re esett vissza. A kukorica esetében is ez elmondható, hogy nagyot esett az ára tavaly 6500 forintról, 3700-3800 forintos áron lehet értékesíteni. Rácz Imre azt is elmondta, hogy a betakarítással párhuzamosan megkezdődtek az őszi talajelőkészítési munkák, amelynek kedvezett a csapadékos időjárás. A következő hetekben már végezhetnek is az őszi árpa, az őszi káposztarepce és az őszi búzavetésével. Nyíregyházán átadták az ország 17. gyermekbarát meghallgató szobáját. A bűncselekmények gyermekáldozatai az eljárás során nem válhatnak még egyszer áldozatokká. Ez a fő célja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2011-ben hozott rendeletének. Ez többek között azt tartalmazza, hogy 2014-ig minden megyeszékhelyen kötelező létrehozni gyermekbarát meghallgató szobákat. Tavaly több mint 22 000 bűncselekményt regisztráltak Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, ezek közül 1500 a 18 éven aluliakat érintette. Az ilyen esetek 80%-ánál a bűnelkövető a gyermek valamely rokona vagy közeli hozzátartozója, mondta a közigazgatási és igazságügyi miniszter. Navracsics Tibor hozzátette, ilyenkor az áldozatnak a hite és bizalma is meginog, ezért van szükség a gyermekbarát meghallgató szobákra. Ha ez egy barátságtalan környezetben történik, barátságtalan maga az eljárás is, idegen emberek kérdezgetnek egy gyereket, akkor az egyrészt ráerősíthet a traumára,
Másrészt pedig lehet, hogy kevesebb információt árul el, ijegységből, gátlásosságból kevesebbet beszél. Még egy ilyen környezetben, ahol láthatjuk, hogy rejtett kamera, rejtett mikrofon van, szakértő kérdezi, játszhat közben, el is játszhatja azt, ami történik, vagy történt vele, az több információt is ad, másrészt pedig talán a trauma feldolgozásában is segít, és ezáltal a későbbi életében már egy egészségesebb lelkületű emberként nőhet fel. A miniszter hozzátette, ez azért fontos, mert a statisztikák szerint jelenleg a bűncselekmény áldozataivá vált gyermekek 30%-a lesz felnőtt korában bűnelkövető. A gyermekbarát meghallgató szobát ezért kiemelten fontosnak tartják az eljárásban résztvevők is. Már korábban is volt valami hasonló kezdeményezés, de ez az intézményesített forma, ez nekünk, hogy úgy mondjam, kapóra is jött, és gyakorlatilag saját erőből a kollégák és a családtagoknak a segítségével, hiszen nagyon sok gyermekre az készült, játékokat adományoztak ennek a helyiségnek. Így alakítottuk ki ezt a mostani szobát. Megyénkben további gyermekbarát meghallgató szobák kialakítását tervezik, ezt Szabolcs-Szatmár Bereg vezetése is szükségesnek tartja. Felnőttek is hát védettek lesznek, hogy a szülők is nagyobb biztonságban érezhetik gyermekeiket, hogyha esetleg ilyen helyzetbe kerülhetnek, hiszen azt gondoljuk szülőként, hogy a mi gyermekünk biztos, hogy nem kerül ilyen helyzetbe. Sajnos olyan a világ, hogy ebben nem lehetünk bizonyosak, tehát a szülőknek is sokat jelent, azt gondolom, ez a létesítmény, ez a lehetőség, és ezért is messzemenőleg üdvözöljük. Megyénk első gyermek meghallgató szobájának falára a közigazgatási és igazságügyi miniszter helyezte el a szoba megfelelőségét jelző minisztériumi plakátot. Több mint 125 millió forintból megújult az Eszterlánc északi óvoda Nyitnikék tagintézménye Nyíregyházán. A beruházást 95%-ban pályázati forrásból finanszírozták, mintegy 6 millió forintot a nyíregyházi önkormányzat biztosított. A projekt során kicserélték a nyílászárókat, megújították a burkolatokat és a vizes blokkokat. Egy új tanszobával és csoportszobával is bővült az intézmény, így 29 gyerekkel több járhat az óvodába, akiknek neveléséről két új óvodapedagógus gondoskodik. Óvodások, szülők és nagyszülők is ellátogattak a felújított Sóstóhegyi óvoda átadó ünnepségére. A nyíregyházi önkormányzat az Észak-Alföldi operatív program keretében pályázott sikeresen a beruházásra. Nagyon hasznos, jövőben mutató és fontos hiánypótló beruházás is volt. 126 millió forintot tudtunk költeni erre az óvoda fejlesztésre, bővítést is tartalmaz. A 95%-os támogatottságú projekt keretein belül a földszinten kialakítottak egy új tornaszobát, sportszertárat, az akadálymentesítési követelmények betartásával létrehoztak egy logopédiai foglalkoztatót, egy orvosi szobát elkülönítővel, valamint egy vezetői irodát. Hőszigetelték az épületet, a tetőt és kicserélték a nyílászárókat. A fejlesztési program során új parkolóhelyeket is kialakítottak az óvoda előtt. A 21. század egyik legszebb óvodáját láthatjuk, hiszen a csoportszobáktól kezdve tornaszobák végig kiszolgáló helyiségek mind a 21. századnak megfelelőek úgy méretben, mint berendezésben, és nagyon-nagyon boldogok vagyunk, hogy ennek mi vagyunk az egyik részesei a Nyitnikék óvodában. Az emeletre egy új lépcsőház vezet, ahol egy 60 négyzetméteres csoportszoba készült el öltözővel és mosdóval. Az új foglalkoztatóban 29 óvodás élheti mindennapjait, nevelésükben két óvoda pedagógus, egy dajka és egy pedagógiai asszisztens vesz részt. A beruházással így új munkahelyek is létesültek a Sóstóhegyi óvodában. A kicsik birtokukba vették a megújult intézményt, ahol nagyon jól érzik magukat. Ez az óvi a legszebb. Nyíregyházán az elmúlt időszakban a Sóstóhegyén kívül több óvoda is megújult, és a jövőben is lesznek olyan fejlesztések, amelyek annak érdekében valósulnak meg, hogy az óvodás gyerekek nevelése biztonságos, szép környezetben történjen. Megkezdődött a jövő februárban induló felsőoktatási képzésekre a jelentkezési időszak, a keresztféléves felsőoktatási felvételi eljárás. A jelentkezőknek egy hónapon belül kell eldönteniük, melyik felsőoktatási intézmény melyik szakán szeretnének tovább tanulni. A végleges jelentkezéseket november 15-én kell rögzíteni, a hitelesítés határideje pedig november 25, a ponthatárokat várhatóan január 24-én hozzák nyilvánosságra.
Mivel a keresztfél éves szakok februárban indulnak, már a 2014. január 1-től érvényes minimum ponthatár vonatkozik rájuk. Az alap és osztatlan szakokon ez 260, a felsőoktatási szakképzéseken pedig 220 pontot jelent. Az, akinek ennél kevesebb pontja van, egyetlen állami ösztöndíjas vagy önköltséges képzésre sem kerülhet be. Mindössze kampánycélokat szolgál a kormány szociális tűzifa programja a Jobbik szerint. Apáti István, az ellenzéki párt országgyűlési képviselője nyíregyházi tájékoztatóján azt mondta, a programra szánt 2 milliárd forint nem segíti érdemben a rászorulókat, a szállítási költségeket pedig az önkormányzatok nem tudják majd kigazdálkodni. A Jobbik továbbra is a tűzifa áfájának csökkentésében látja a valódi segítséget. Az elmúlt héten fogadta el a kormány a szociális tűzifa programot. A Jobbik üdvözli azt, hogy a rászorulókon segíteni próbálnak, de szerintük a program nem éri el a valódi célját. Apáti István szerint sok önkormányzat nem fog tudni részt venni benne, mert nem tud önerőt biztosítani a programhoz, sőt a szállítási költséget sem tudja megfinanszírozni. Az ellenzéki politikus szerint a szociális tűzifa program csupán kampánycélokat szolgál. Mi ezt kampányfa programnak tekintjük, azért tartjuk álmegoldásnak, mert az önkormányzatok önerőhián nem fognak tudni pályázni, nem tudnak részt venni ebben a programban. Másrészt pedig a jogosultaknak, a valóban rászorulóknak a töredékéhez fog eljutni, és ennek a töredéknek is csak egy egészen elenyésző igényét tudja kielégíteni, hiszen a 6 hónapig, tehát legalább 24 hétig tartó fűtési szezonban is lehet, hogy sokkal hosszabb lesz az idén, ugye előbb kezdődött és valószínűleg később fog véget érni, csak legfeljebb 1-2 hétre való tüzelőt vagy tűzifa igényt tud ez fedezni vagy biztosítani. Éppen ezért nem 2 milliárd forintot kellene kihajítani az ablakon, amely a tavalyinak pontosan a kétszerese, hanem egy áfa csökkentésben gondolkodni. Apáti István szerint nem 2 milliárd forintot kellene elkölteni, hanem a tűzifa áfáját 27-ről 5%-ra kellene csökkenteni, vagy olyan megoldásban kellene gondolkodni, amely egységesen eljut mindenkihez, és amelynek árcsökkentő hatását mindenki egyformán érzékelheti. A független Hézser Ákos Pálnét, a település eddigi alpolgármesterét választották a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei csaroda vezetőjének a vasárnapi időközi választáson, közölte a nem jogerős végeredményt a település jegyzője az MTI-vel. Gál Szilvia elmondta, Hézser Ákos Pálné 257 érvényes voksot szerzett, míg kihívójára, a szintén független Rostás Bélára 58 szavazat érkezett. A szavazáson a 495 névjegyzékbe vett választópolgár közül 320-an jelentek meg szavazni. Érvényes szavazatot 315-en adtak le. A részvételi arány 65%-os volt. A vásárostamény közelében fekvő 580 fős községben Király Béla István polgármester halála miatt kellett időközi választást tartani. Mintegy 1600 g kábítószer gyanús anyagot foglalt le a rendőrség egy nyíregyházi férfi lakásában. A nyíregyházi rendőrkapitányság kábítószerkereskedelem büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indított nyomozást a 26 éves Kápál ellen. A rendőrség október 20-án tartott házkutatást a férfi lakásában, ahol amfetamin tartalmú zöld növényi származékot foglalt le. A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi árusította a kábítószert. A nyomozók a férfit elfogták, a rendőrkapitányságra előállították és gyanúsítottként kihallgatták. A rendőrség vizsgálja, hogy a gyanúsított honnan szerezte be és kik azok, akiknek eladta a kábítószert. A nyíregyházi rendőrkapitányság bűnügyi osztálya Kápál ellen szabadlábon hagyás mellett kábítószerkereskedelem büntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt szakértő bevonásával folytat nyomozást. Életet a környezetnek, életet az embereknek címmel negyedszer tartott a környezetvédelmi verseny Nyíregyházán. A vetélkedőről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a híradóban. Hiába szerzett vezetést és játszott egy órán át emberelőnyben a Dunaújváros ellen a Kisvárda, végül 1-1-re végződött a labdarúgó MB2 tizedik fordulójában lejátszott találkozó. Révész Attila tizedik helyen álló együttese a hétvégén Békés Csabán lép majd pályára. Megszerezte harmadik győzelmét a bajnokságban a Nyírflop Holding Nyíregyháza. A férfi kézilabda MB1B hatodik fordulójában a nyíregyháziak 30-23-ra verték a budapesti Pler 2 együttesét. Életet a környezetnek, életet az embereknek címmel negyedszer tartottak környezetvédelmi versenyt Nyíregyházán.
A megyebeli és Szatmár megyei diákokat, valamint pedagógusokat megmozgató vetélkedő középpontjában a parlag fű állt. A résztvevők egyebek mellett az allergén növény írtási technikáit és pozitív hatásait is megismerhették az elmúlt hónapokban. Már negyedszer mérték össze tudásukat térségünk környezetbarát fiataljai. Az Életet a környezetnek, Életet az embereknek című verseny azonban most először a pedagógusokat is megmozgatta, számukra is versenyt hirdettek a szervezők. Nem csak a gyerekeket szólítottuk meg a verseny alkalmával, hanem az óvodapedagógusokat, illetve az általános iskola alsó és felső tanárait is. Mégpedig azért, hogy ők egy hagyományos tanóra keretében az egészséges és életmódra való nevelésnél hogyan tudnák beépíteni és felhívni a figyelmet a parlagfűnek a veszélyeire, illetve hogy kellene védekezni. A vetélkedőn így a pedagógusoknak is be kellett mutatni tervezetüket, versenyfeladatukat egy szakmai zsűri előtt, majd a fiatalok is megmutatták tudásukat, ők többek között arról is szóltak, a parlagfűnek nem csak negatív hatásai lehetnek az emberekre. A növény az sebeket tud fertőtleníteni, a teájából pedig különböző betegségeket lehet megoldani. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnök helyettese beszédében kiemelte, a verseny figyelemfelhívásként is szolgál, hiszen a becslések szerint hazánkban minden ötödik ember allergiás a parlagfűre. A kiindulási alap az volt, hogy az elmúlt évben fogadta el a kormány azt a kormányhatározatot, ami meghatározza Magyarország parlagfű elleni védekezésének rövid és középtávú akciótervét. Ebben a kormányhatározatban a fő hangsúlyt az oktatásra, figyelemfelhívásra, az ismeretek átadására helyeztük, és ennek egy kiváló példája volt a tavaly évben elindult román-magyar együttműködés, ami a romániai Szatmár megye és a magyarországi Szabolcs-Szatmár-Bereg megye között indult el a kormányhivatal növény- és talajvédelmi igazgatósága, illetve a pedagógiai intézet közreműködésével. A parlagfű okozta egészséggel összefüggő kár nagyságát a szakértők 7 milliárd forintra becsülik évente, a diákok előadásaiban elhangzott az egyre romló helyzet tartós megoldása, a gyomnövény drasztikus visszaszorítása, annak írtása lehet. Hiába szerzett vezetést és játszott egy órán át emberelőnyben a Dunai Város ellen a Kisvárda, végül 1-1-re végződött a labdarúgó MB2 tizedik fordulójában lejátszott találkozó. Révész Attila tizedik helyén álló együttese a hétvégén Békés Csabán lép majd pályára. Úgy kezdődött a mérkőzést, ahogyan azt a hazai szurkolók elképzelték, már a tizedik percben vezetett a Kisvárda, nagy baloldali beadását máig segítette a Dunai Városi kapuba. Bő 10 perc múlva meg is duplázhatta volna előnyét a házigazda, üveges lövését azonban hárította Milinte. A 35. percben megfogyatkoztak a vendégek, Villám második sárgalapját követően vonulhatott az öltözőbe. A történtek a Kisvárdát zavarták meg, hiszen a Dunai Város átvette az irányítást, és a hazaiak a szünetben sem tudták rendezni soraikat. A 60. percben góllá érett a vendégfölény, egy jobboldali szabadrugás után Szalai egyenlített, beállítva az 1-1-es végeredményt. Az az 1-0, ami megvolt, nagyon-nagyon megkötötte a játékosoknak a szervezőkészségéhez vezető utat, azt mondhatom talán, mert az a játék, amit a Kornocsak ma bemutatott, nem tudom hova tenni. Az a játék, amit az Olá Dávid, meg a Tóth Gyuri, meg a Molnár bemutatott, nem tudom hova tenni. Tudom, hogy védekezésben jártasabbak ők elsősorban is a vagdalkózásban, ma kellett volna egy kicsi tudás ahhoz, hogy egy-egy főszabadító talán a legközelebbi játékostárshoz oda tudjunk passzolni. Ugyanakkor a Dunai Várost is elismerés illeti, mivel nagyon szimpatikusan játszottak. Középpályát uralták, azt gondolom hátulról beléptek a játékba, és hozzá kell tennem, hogy a három támadók, de elsősorban a Tiago és a Gosztov nagy fejtörést okozott a védőinek. Ez minőségi különbség volt a két csapat között, el kell ismerni, nincs ez sem probléma. Ugyanakkor az 1-0-t meg kellett volna őrizni, főleg, hogyha ugye 10 játszottak. A forduló további eredményei Gyirmut Nyíregyháza Spardahusz 1-1, Kozár Michelin Tatabánya 1-0, Sziget Szent Miklós Ajka 3-0, Siófok Békés Csaba 0-3, Sopron Cegléd 2-3, Szolnok Vasas 3-1 és Balmazújváros Zalaegerszeg 2-0. A tabella élén a 25 pontos Nyíregyháza áll, megelőzve az egyaránt 19 pontos Balmazújváros, Dunaújvárost és Siófokot. A 14 pontos Kisvárda a 10. helyen várja szombati Békés Csabai fellépését. Megszerezte harmadik győzelmét a bajnokságban a Nyírflop Holding Nyíregyháza. A férfi kézilabda MB1B 6. fordulójában a nyíregyháziak 30-23-ra verték a budapesti Pler 2 együttesét.
Az élvonalban sereghajtó Pler fiatalokat felvonultató második csapata ellen a rutinosabb hazaiak voltak a mérkőzés esélyesei, és Kaplonyék érvényesítették is a papírformát. Már az első fél időben 6 gólos előny szerzett a nyíregyházi csapat, és ellentétben a legutóbbi hazai meccsel ezt az előnyt sikerült megtartani, sőt növelni a második fél időben, így 7 gólos győzelemmel zárta a meccset Varga Zsolt együttese. Hétről hétre mérkőzésre érettebb a játékunk. Minél többet játszunk együtt, és próbáljuk azokat a hibákat javítani, illetve kiküszöbölni, amiket korábban elkövettünk, és most én azt gondolom, hogy a Békéstől eltérően most a másik fél időben meg tudtuk tartani ezt az előnyt, sőt, ezt tudtuk növelni is. A győzelemhez az is hozzájárult, hogy egyre bővebb keret áll a szakmai igazgató rendelkezésére. Az, hogy egyre többen tudunk a pályán lenni, úgyhogy Tamás és Zsolt is végre 2,5 hónap után itt van. Ez azt jelenti, hogy kialakult egyfajta versenyhelyzet ugye a csapaton belül, és a játékosok konkurálnak egymással. Ez azt jelenti, hogy ez nekünk is ebből profitálnunk kell, hiszen egyfajta ugye versengés van csapaton belül, hogy kikerüljön pályára, illetve ki kezdje meg a játékot. Én azt gondolom, hogy hosszú távon ez nekünk mindenképpen jó, hiszen ma volt az első meccs, illetve ez a mérkőzés, amikor teljes kerettel tudtunk kiállni, úgyhogy én nagyon örülök és bízom benne, hogy a sérültek most már felépülnek, és így fogunk tovább menetelni. 6 forduló után az egyaránt 100%-os Eger és Balmazújváros áll az NB1B keleti csoportjának élén. A 7 pontos Nyíregyháza 4. helyen várja a vasárnapi szegedi vendégjátékát. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. A kukorica 30%-át már betakarították a szabolcsi gazdák, és folyamatos a napraforgó vágása is. A jó, közepes termés ellenére az árak jelentősen elmaradnak a tavalyihoz képest. Szakemberek szerint, ha a következő hónapokban sem emelkednek az árak, jelentős veszteségük lesz a hazai termelőknek. Nyíregyházán átadták az ország 17. gyermekbarát meghallgató szobáját. A bűncselekmények gyermekáldozatai az eljárás során nem válhatnak még egyszer áldozatokká. Ez a fő célja a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium 2011-ben hozott rendeletének. Több mint 125 millió forintból megújult az Eszterlánc északi óvoda Nyitni Kék tagintézménye Nyíregyházán. A beruházás során kicserélték a nyílászárókat, megújították a burkolatokat és a vizes blokkokat. Egy új tornaszobával és csoportszobával is bővült az intézmény. Ez volt a Kölcsey Televízió híradója október 21-én hétfőn este. Kedden a szokott időben 19 órakor jelentkezünk friss hírekkel, információkkal. Addig pedig utána olvashatják a híreinket a weboldalunkon. Munkatársaim nevében most köszönöm figyelmüket, teljen kellemesen az estéjük, viszontlátásra! Holnap borongós időre számíthatunk, kisebb esővel. Délnyugat felől továbbra is nagyon enyhe, éjszakától egyre nedvesebb levegő áramlik a Kárpát-medence fölé, ezért jóval a sok évi átlag felett alakul a hőmérséklet. Éjjel változóan felhős lesz az ég, hajnalban kötfoltok is képződhetnek. Csapadék nem valószínű, mérsékelt marad a légmozgás, reggelre általában 10 fokig csökken a hőmérséklet. Napközben többnyire erősen felhős lesz az ég, a köd mindenütt feloszlik, de párás marad a levegő. Kisebb eső, zápor is valószínű. Általában mérsékelt marad a légmozgás, délutánra 17 fokig emelkedik a hőmérséklet. Melegfronti hatás van térségünkben. A hét további napjaiban is folytatódik az átlagosnál több fokkal enyhébb, csendes, őszi időjárás. Több-kevesebb napsütés minden nap várható, és legfeljebb csak kisebb eső lehet. Éjszaka, reggel, pára, köd képződik, amely helyenként napközben is tartósan megmaradhat. Helyenként azt tartották elődeink, ha orsolya a napkor szép az idő, akkor karácsonyig meg is marad. Azt is mondták, hogy amilyen idő van ilyenkor, olyan lesz a tél. Ha ebből indulunk ki, akkor igen szép időre számíthatunk. Derűs napot kíván a pénzügyekben is a Szabolcs Takarék Szövetkezet.